akkor is megrendült egészségére és rossz akarói áskálódására hivatkozva feladott a tanítással és visszatért szülőföldjére Bretagne-ba. 3. Otthon töltött esztendő után Adelard 1108-tól ismét Párizsban találjuk, ahol folytatta vitáját Campói Vilmossal, akinek távozását követően rövid időre annak katedráját is átvehette a Notre-Dame iskolájában. Ám ellentelei nyomására innen hamarosan távozni kényszerült. Ismét meg egykörül viszont tanítványaival apátságot és iskolát alapított Párizs határában, Saint-Genoveva hegyén, ahol már számos a középkori teológia klasszikus Párizs püspöke Petrus Lombardus, valamint a leendő harmadik Sándor pápa is a diákja volt. 1113-ban szülei hívására Kutyaszkoszolatkorba vonultak, ismét hazatért, de nem maradt sokáig, hanem néhány esztendőre visszatért Párizsba, ahol éveken keresztül, miközben első bölcseleti munkáján a dialektikán dolgozott, lényegében zavartalanul tanított. Ezekben az években következett be Adelár életének romantikus, már-már